Tahitótfalu önkormányzata megtartotta ez évi közmeghallgatását, melyen a választópolgárok és helyi szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehettek. A falugyűlés elején dr. Sajtos Sándor polgármester tartott beszámolót, melyben bemutatta a község 2015-ben megvalósult projektjeit, az önkormányzat személyi változásait és ismertette a település pénzügyi helyzetét. Az elmúlt testületülésen a gazdasági bizottság vagy a pénzügyi bizottság az elnökasszony előterjesztésére a 34. zárásként testület elfogadta a beszámolót, és ebből a látható, hogy hogyan is állunk a településünk pénzügyi helyzete. Ugye itt alapvetően a bevételi oldalt vetítettük ki, és látjuk, hogy a bevételi oldalon ugye a 34 év teljesített időszakában 966.604 forinttal abszolváltuk, és azt láthatjuk, hogy a vállam fölötti részen, ugye ott látjuk, hogy a hóboda nyeregtető különböző gépek vásárlásával hogyan alakult a pénzügyi helyzetünk. Ezt egyébként a hónapunkon, amit nem tudok, közé fogjuk tenni. Tahitótfalu polgármesteri hivatalában több személyi változás is történt idén. Tóth János jegyző helyét 2015. február 1-től Őriné dr. Mezei Orsolya vette át. A pénzügyi osztály három új taggal bővült Pál Mária, Seres Adrián és Dinda Muzsik Krisztina személyében. Az iktató részlegen a nyugdíjba vonult Perce Ferencné helyét Bozóki Mónika vette át. Az önkormányzat több dolgozója továbbképzésen vesz részt, hogy munkájukat még hatékonyabban tudják végezni. El kell mondani, hogy szakítva az elmúlt évek hagyományival több kolléganőt beiskoláztunk, illetve akiknek nem volt megfelelő végzettsége, azok ezeket megszerezték. Ugye a jogi eladó, ugye ő a testület korábbi támogatásával egy mesterképzésen vesz részt, egy kolléganőnk az szintén továbbképzésen vesz részt, Horváth Katalin is egy iskolában vesz részt, Ferenci Barta is egy pázi referensi képzésen vesz részt. Tehát igyekszünk azoknak a kívásnak megfelelni, amelyek szükséges, hogy teszik, hogy jövőben el tudja hivatalunk látni azokat a munkákat, amelyek nagyon fontosak. 2015-ben 36 bizottsági ülés volt, 24 rendes és 12 rendkívüli testületi ülést tartottak, melyek során 21 rendeletet módosítottak és 235 új határozatot hoztak a képviselők. Az idei évben több nagy volumenű beruházásra is sor került Tahitótfaluban. Az árvízvédelmi gát közel 718 millió forintból épült meg, és megkezdődött a konyha étkező kivitelezése, melyre 240 millió forintot tervez költségvetésébe az önkormányzat. Ez nagyon fontos dolog, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy a konyhát meg tudjuk ételni meg a határidőre, hanem megjönnek, amikor ez elkészül, ez remények szerint augusztusban be tud a konyha költözni, és a próbaüzemet meg tudjuk tartani, és akkor az Almás utcai óvodában ott két csoportszobát tudjuk kialakítani, amely csoportszoba kialakítására 22 millió forint üzemtétedő állami támogatást tudtunk kapni, és ekkor egy másik problémát is meg tudunk oldani, amely nem más, mint a férőhelyeknek a problémája, hiszen ismerjük a településünk lélekszámokból fakadóan a szükségleteket, és elengedetlen, hogy újabb csoportszobákat hozzunk létre. A sportcsarnok homlokzatának felújítása több mint 5, a Boros Izabella utca közvilágításának kiépítése 4, a Hősök terének felújítása szintén 4, a tervezett strand elektromos hálózatának kiépítése 2 millió forintból valósult meg. Tahitótfalu életében jelentős változást hozott a Coop áruház teljes körű átépítése, valamint a település erdőgazdálkodásban való részvétele. 2015. augusztusában kormányablak nyílt Tahitótfaluban, mely nagyban megkönnyíti a környékbeli lakosok számára a hivatalos ügyintézést. Ebben az évben sikerült azt a feladat végrehajtani, amit célul tűztünk ki. Ugye a testület által 3 évvel ezelőtt megvásárolt objektumban sikerült a térség egyfajta olyan kormányablak központját ide csalni, és el kell mondani, hogy Pest megyében, ha jól mondom, 9 kormányablak került kialakításra, és ez a 9 kormányablak közül egyetlen a kormányablak Tahitótfalu van, amely nem járási központban valósult meg. Én azt gondolom, hogy a sziget többi településeinek, akikkel ugye gyakorlatilag a szötött képezők, a sziget önkő települések, illetve a kapcsolódó Dunabogdány, Visegrád, Leányfalu lakói számára ez egyfajta könnyebbséget jelent, hiszen nem kell Szentendrére beutazni, nem kell a parkolással bajlódni, kínlódni,
és én köszönöm mindazoknak, akik a döntés előkészítésben tajtót volt mellett rakták le voksukat. A 2015. évi költségvetés terhelte továbbá a közutak és zöld területek karbantartása, valamint az oktatási intézmények nyári felújítása, takarítása. Az éves beszámoló végén dr. Sajtos Sándor polgármester rátért a legaktuálisabb helyi és környékbeli beruházásra, a 362 millió forintból megvalósuló csatornagerinc hálózat kiépítésre. Németh Miklós Pócsmegyer polgármestere a Dunakanyar Csatornázási Társulás elnöke tartott rövid beszámolót a beruházásról. Beszédében elmondta, tisztában vannak vele, hogy a projekt megcsúszott, és a kivitelezés lassabban halad a tervezetnél, ezért a konzorcium új projektvezetőt választott, és ennek pozitív eredményei erősen látszanak. Németh Miklós kiemelte a települések közötti együttműködés fontosságát. Nagyon fontos dolog, ami még említett a polgármester úr, hogy ezt a projektet másképp nem lehetett volna létrehozni, csak így összefogással. Sokkal egyszerűbb a kezelés, amikor egy önkormányzat egymaga visz végig egy beruházást, hiszen akkor mindenki tudja, hogy mit, hogyan és milyen módon akar. Itt nem lehetett ezt ilyen mértékben, majdnem azt mondom, hogy kihegyezni, kiélezni, hiszen egy 3,5 milliárdos beruházás, ami kiegészült 4 milliárdra, mely pedig azért, mert az a szennyvíz, ami majd be fog kerülni abba a hálózatba, ami önök részéről megtermelődik, nem lett volna a befogadó képessége a Szentendrei szennyvíztisztító telepnek. Tehát itt is még egyet pályáznunk kellett, és ez is még a projekt részeként kapcsolódott be, és itt ezt a munkát is el kellett még végezni, amit jelentem elkészült, és a Szentendrei szennyvíztisztító, a DMRV jóváhagyásával, műszaki ellenőrök jóváhagyásával, és mindenképpen jóváhagyásával tudja fogadni a jövőben azt a szennyvizet, ami ennek a mostani szennyvízagglomeráció részéről a pluszban jön. A beszámolók után a falugyűlésen jelenlévő lakosoknak lehetőségük nyílt feltenni csatornázással kapcsolatos kérdéseiket. A fórumon részt vett Németh Miklós, a Dunakanyari Csatornázási Társulás elnöke, Bornemissza Miklós projektirodavezető, Pauza Balázs a projektmenedzsment részéről, Szabó Gábor a DMRV ZRT képviseletében, Puhman Gábor, Csepregi András, Katona Tibor, Pászik Zoltán, Laub János a Dunakanyari Konzorcium kivitelezői részéről, valamint Bana Erzsébet ügyfélszolgálati munkatárs. A lakosság részéről több panasz érkezett a Mátyás Király utca járhatatlansága miatt, mivel a csatornázás során kiásott föld az úton fennakadásokat okoz, kiváltképp esős időjárás esetén. Az ereszvények, a Domb és a Nyulas utca lakói szintén az utak járhatatlanságára panaszkodtak, mivel az úzott kő borítást rendre kimossa az eső. Sok lakos kifogásolta az aszfaltutak állapotát, mivel az utak helyreállítása a kivitelező szerződésben foglalt kötelezettsége. A csatornázó kivitelezőktől kérdezném azt, hogy amikor történt ez az egész munkálat, a földet jobbra-balra kihelyezték, kapubejáróba kihelyezték, majdnem sikerült az összeset elvinni, amit kitermeltek, de én úgy érzem, hogy 30-40% még ott maradt. Én azt is megértem, hogy december 20-ig történik a helyreállítás, mert megkérdezem önöktől tisztelettel, addig hova menjünk? Mert haza szeretnénk menni. Nem lehet. 40-50 centis különbségek vannak a felhajtók és az út között. A lakosok döntő többsége aggasztónak tartja a kivitelező alvállalkozók folytonos változását, hiszen ebből fakadóan többször előfordult, hogy hónapokig álltak a munkálatok. A helybéliek kérdéseire a Dunakanyari csatornázási projekt illetékesei válaszoltak. A közmeghallgatás és falugyűlés teljes egészében megtekinthető kommentár nélküli műsorunkban.